Jó hangulatban zajlottak a mérkőzések a 27. országos streetball versenysorozaton Pakson. 6 pályán folytak a csatározások, mintegy 200-250 résztvevővel. A Magyar Kosárlabda Szövetség támogatásával működünk, és 27. alkalommal rendezünk már streetballokat. Pakson is voltunk több éven keresztül, én bízom benne, hogy a jövőben is sokat leszünk. A mostani esemény is egy kiváló rendezvény. Viszonylag sok utánpótlás játékos van, természetesen ilyenkor, mint rendező vagy szervező, mindig azért azt kimondom, hogy még ennél lehetne még több is, de azt hiszem, hogy itt a gyerekek jól érzik magukat, megszeretik a kosárlabdát, és ez a fő cél, azt szeretnénk, hogyha minél több gyerek később szurkolóként, akár játékosként vagy szponzorként kint lenne Pakson a mérkőzéseken. A mérkőzések közben a Face Team szórakoztatta a nagy érdeműt. Az akrobatikus kosár bemutatón trükkök sokasága került elő. Dobóversenyek is voltak folyamatosan. A Two-Ball Game küzdelmében hazai elsőség született Pajor Kristóf és Nagy Dániel párosának köszönhetően. A versenyre jöttek az ország számos szegletéből és határon túlról is. Persze Tolna megye több települése is képviseltette magát. Majdnem minden évben el szoktunk indulni, igazából Zánkára szoktunk járni, idén Paksra is jöttünk, felnőtt csapattal jöttem. Igazából mi már aktívan nem sportolunk, csak ilyen hobbi szinten amatőrként, és szeretünk játszani, mert igazából még bennünk van az a hiányzik a meccsélmény. Jó csapatok ellen tudunk játszani, és szívesen jövünk streetballra. Eddig kettő mérkőzésből egyet nyertünk, nagyon magasak az ellenfelei, nagyon erősek, de szerintem elég jó helyt állunk. Sajnos hárman tudtunk jönni négy ember helyett, úgyhogy nekünk cserénk nincs, így egész végig pályán vagyunk, de én azt gondolom, hogy jó, megálljuk a helyünket. Három kézdivásárhelyi csapat érkezett Paks testvérvárosából. Ők mintegy 800 kilométert utaztak, hogy egy kellemes napot töltsenek el kedvenc sportágukkal. Mi Kézdivásárhelyről érkeztünk, és 12-án jöttünk. A csapatunk nagy része elég régóta kosarazik, és nagyon szeretjük. Szeretjük a csapatjátékot, nagyon szeretünk cselezni, és mindig azt kedveljük a legjobban, hogy jó a hangulat nálunk mindig. Tigers az én csapatom, az játszott a Pumák ellen és a Panda Girls ellen, és nagyon jó eredményeket értünk el, nagyon ügyesek voltunk. Sajnos volt egy kis baki, az egyik játékosunk Bandi Fruzsina lesérült, de reméljük, hogy rendbe jön, amire lesz a következő meccsünk, mindjárt következik, és éhesek is vagyunk, mert nem voltunk enni, de nagyon jó a hangulat, tetszik a zene. A szeptember 14-én Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőre a 10 helyszín kategória győztesei jutnak be. Paksról is voltak helyiek, akiknek ez sikerült. Az U12-es korosztályban az Atom City Junior, azaz Pincés Marcell, Somodi András és Pavlik Benjamin, valamint az U14-es Atom City csapata, Kékesi Kolos, Bugyó Barna, Pavlik Botond és Pajor Kristóf is ott lesznek az országos döntőben.